Ebben az írországi parkolóban halt meg egy csecsemő a saját apja autójában 2 éve. A kocsi felforrósodott, a gyerek pedig hőgutát kapott, már nem tudtak rajta segíteni. Néhány nappal később Fóton is hasonló történt. Akkor a járókelők ébersége mentette meg a baba életét, betörték az autó ablakait, így szabadították ki. A rendőrség szóvivője szerint nyáron akár már egy óra alatt is felforrósodhat annyira egy autó, hogy veszélyes lehet benne sokáig ülni. Ebből tragédia, esetleg komoly baj következik be, az bűncselekményt követel. Alapesetben kiskorú veszélyeztetése ez a bűncselekmény, még akkor is, ha a gyerek nem sérül meg, csak a járókelők veszik észre, hogy egyedül várakozik az autóban. De ugyanígy tilos a házi kedvenceket is a kocsiban hagyni nyáron csak percekre is. Szintén felhívjuk a figyelmet arra, hogy kis állatot, kis kedvencet se hagyjunk a járműbe forróságban, főleg ne úgy, hogy az autót őrizetlenül hagyjuk, még akkor sem, hogyha lehúzott ablakoknál hagyjuk kedvenceinket, mert aki ilyet tesz, és az állatnak komolyabb baja esik, az állatkínzás bűncselekményét követi el. Az autóban hagyott csecsemők és kutyák miatt tehát akár több év börtönbüntetés is kiszabható.